Köszöntöm nézőinket! Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Civil szervezetekkel és sportegyesületekkel írt alá támogatói szerződéseket Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere. Az idei évben a sportra szánt keretet 1,5 millió forinttal, a civil keretet 500 000 forinttal növelték. A civil szervezetek önkéntes munkájának közösség összekovácsoló erejét emelte ki Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere a civil és sportegyesületekkel folytatott egyeztetésen. A megbeszélés után elsőként a helyi, kiemelt civil szervezetek vezetői írták alá a támogatói szerződéseket. Az idei évben 1,5 millió forinttal nő az önkormányzat által biztosított civil keret az egyesületek részére. A napi működéshez, kisebb beruházásokhoz, valamint több városi program megszervezéséhez szükséges ez a keret, mondta Tóth Zoltán, települési képviselő, civil tanácsnok. Egy város életét nem csak az infrastruktúra, nem csak a közszolgáltatások, hanem a lakosság állapota, hangulata is meghatározza. Ebben van nagy segítségünkre a civil szervezetek munkája, működése, hiszen nem csak saját szórakozásukkal foglalkoznak, hanem nagyon sokan segítő munkát is végeznek a város lakói számára. Éppen ezért nagyon fontos minden önkormányzatnak, hogy megfelelő, jó és kommunikatív kapcsolatot alakítson ki a civil szervezetekkel, és ahol lehet, ott támogassa is őket. Ennek kapcsán igyekeztünk az elmúlt évekhez képest egy kicsivel nagyobb támogatást nyújtani a civil szervezeteknek, amely a napi működéshez, kisebb beruházásokhoz, illetve rendezvényeikhez ad támogatást. Több nagyobb szervezetünk is van, így akár a helyi zenével foglalkozó egyesületek, itt több is van természetesen. Ők folyamatosan szerepelnek, városi rendezvényeinken vesznek részt. Ez annál is inkább fontosabb, hiszen ebben az évben ünnepeljük az 50 éves fennállását a városunknak. Ezért aztán nem egy-egy alkalommal ünnepeljük ezt, hanem az egész évben igyekeztünk kiterjeszteni, és egy folyamatos rendezvénysorozatot igyekszünk a dombováriak elé tárni. Ebben vannak egyébként nagy segítségünkre a helyi civil egyesületek, hiszen próbáljuk a lehetőség szerint a helyi erőkkel ezeket az ünnepléseket minél inkább megoldani. Előző évekhez képest 28,5 milliót felmerő igények alapján fel tudtuk emelni 30 millióra. Ezt követően a sportegyesületekkel volt megbeszélése a polgármesternek. Az idei évben a sportra szánt keretet is emelték 1,5 millió forinttal. A városvezető emellett elmondta, milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben, és az hogyan érinti a sportot kedvelők életét. A Dombóvári Vasutas Egyesület legnagyobb támogatója a város. Ingula Tamás vezető elmondta, hogy fenntartásukhoz elengedhetetlen ez az anyagi támogatás. Nálunk nincsen TAO-s támogatás, tehát az atlétikai sportágban ugye ez nem létezik, ezért csak a Magyar Atlétikai Szövetségre és a Városi Önkormányzatra tudunk támaszkodni elsősorban, és ugye a támogatások nagy része innen származik. Az éves költségvetésnek az 50% az önkormányzati támogatásból, egy ilyen 30% pedig az atlétikai egyesület támogatásból van, a többi pedig ugye a tagok, a támogatóink befizetéséből származik. Igazából én azt mondom, hogy probléma nincsen, természetesen azért figyeljük, hogy a Szuhai Sportcentrumnak a későbbi felújítása, vagy annak a fejlesztése az benne lesz a város új terveiben. Kaptunk egy-két ígéretet, ezt majd meglátjuk, hogy mi. A futókört azt most én úgy gondolom, hogy nem csak az egyesület, hanem ugye a város bármilyen lakója használhatja, és azt látjuk, hogy azért elég sokan ki is használják ezt a lehetőséget. A dombóvári karatesuli története egészen 1975-ig tekint vissza. A karate magyarországi megjelenésével egy időben, ebben az évben, Tolna megyében elsőként jelent meg ennek a különös sportnak a művelése Dombóváron is. Majd az 1990-es évek kezdetétől csökkenni kezdett az érdeklődés. Változást a jelenlegi vezetés hozott 2005-ben. Azóta töretlen a sikerük és egyesületi formában való működésükhöz szükséges a város támogatása is. Egy ünnepélyes aláírásra hívott meg bennünket Dombóvár város vezetése, polgármester úr, és itt lényegében Dombóvárnak az él sportolóit képviselő egyesületeknek a vezetői voltak jelen. Itt voltak az atléták, itt voltak a kosárlabdázók, futballisták, az úszók képviselő, és természetesen mi is itt voltunk. Lényegében ez az öt egyesület, ami jelenleg Dombóvárnak az él sportját jelenti.
egy kellemes hangulatú megbeszélésen vagyunk túl, ahol a napi problémákat is átbeszéltük, és a polgármester úr részéről egy rövid kitekintést kaphattunk az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan. A támogatásra vonatkozóan én úgy láttam és úgy hallottam a kollégáktól, hogy mindenki körülbelül az előző évi szintet kapta meg, és ez a jelenlegi körülmények között biztató. És hát polgármester úrtól hallottuk azt is, hogy az összes sporttámogatás az idei évre, ha nem is sokkal, de valamennyivel növekedni tudott az előző évekhez képest, ami szintén üdvözlendő. Az idei évben a dombovári karate élet egy 45 éves jubileumához fog érni, ami viszonylag egy kerek évszámnak számít, és ennek kapcsán november 28-án lesz egy versenyünk, amire már most szeretnék meghívni mindenkit. Ez egy meghívásos nemzetközi verseny lesz. Határon túlról fognak ide érkezni Erdélyből és a Vajdaságból szerbiai magyar egyesületek, és egy elszármazott magyar edző, aki Svédországba alapított egyesületet, ő is már jelezte, hogy itt lesz a csapatával. Körülbelül egy 25 egyesületre lehet számítani, közel 300 versenyzőre. Hát reméljük, hogy el fogunk férni a Szuha Sportközpontban. Addig természetesen tesszük a dolgunkat, járunk versenyre. A tavalyi évben 19 versenyen voltunk Európa-bajnokságon, világbajnokságon. Az idei évben a koronavírus miatt április elején, ami lett volna Bosznia-Hercegovinában, Európa-bajnokság az törlésre került, de szerintem én nagyon bízom benne, hogy tehát mindenki talpra tud állni, és tényleg a feladatokra, a sportra tud koncentrálni. Fontos, hogy a gyerekek a motiváltságukat ne veszítsék el, és ezt a motiváltságot a versenyeken keresztül tudják visszaigazolni számukra, hogy ők valójában hol tartanak, ki hányadik helyezést ért el, ki milyen érmet szerzett, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy november 28-ára már mindenféle külső körülmények zavarásától mentesen tud mindenki készülni, és egy jó hangulatú versennyel tudjuk az idei évünket zárni. Folyamatosan nő a civil szervezetek által megvalósított rendezvények minősége, és a bevont személyek száma is növekedés mutat Dombóváron. A civil szervezetek olyan munkát végeznek, amelyeket az állam, a hivatalos szervek nem tudnak, vagy nem is hatáskörük ellátni. A civilekre, a döntéshozóknak is oda kell figyelniük, és támogatniuk kell őket, emelte ki Pintés Szilárd polgármester. Azt gondolom, hogy a város életében civil szervezetek és sportszervezetek nagyon fontos szerepet töltenek be. Lehetőség szerint évről évre kell támogatni őket, és a mai nap folyamán is a civil és a sportszervezetek vezetőivel írtuk alá ezt a támogatási szerződést. Örömteli mindkét esetben, hogy sikerült a támogatás összegét emelni. A bejövő igények alapján 28,5 millióra 30-ra tudtuk emelni a sportkeretet, a civil keretet pedig 2,5 millióról 3 millió forintra. A sportkeret tekintetében 19 szervezet volt érintett, akik meghatározói szereplői a város sportéletének. Ezek közül is a kiemelt öttel írtuk ma le ünnepélyes keretek közt ezt a szerződést. Nyilván azt gondolom, hogy az atlétika, a karate, a kosárlabda, a foci, ez, illetve az úszó egyesület, ezek önmagukért beszélnek, hiszen a legnagyobb tömeget megmozgató sportszervezetek. A civilek esetében szeretném kiemelni, és pont ez előbb egy kicsit viccelődtünk is rajta, amikor írtuk alá, hogy nagyon fontos, hogy példát mutassanak a fiataloknak, ezt a harcot ők vívják meg, hiszen sajnos egyre kevesebb fiatal akar részt venni a civil társadalom és közösségbe. Önként nagyon kevesen vállalnak fel munkát. Én azt gondolom, hogy példa nélkül ez megoldhatatlan lenne, és mi arra biztattuk őket, és jó magam is, hogy igenis, ameddig erejük és szabadjuk engedi, ennek a kívásnak tegyenek eleget. Azon túlmenően, hogy nagyon jól támogatjuk ezeket a szervezeteket, nagyon fontos, hogy térítésmentesen használhatják az ingatlanokat. Tehát gondolok az uszodára, a Szuhai Sportcentrumra, ezek mind-mind olyan kiadások lennének számukra, amelyek nem feltétlenül biztos, hogy elő tudnának teremteni forrás oldalról. Öröm számomra is sikerült megosztanom a sportegyesületek vezetőivel azt a koncepciótervet, amely alapján elkészülhetne Dombováron egy új szabadidős sportcentrum. Ez a központ vagy centrum járási szintű kiszolgálásra lenne képes. Ebbe kapna helyet egy új sportcsarnok, egy úszoda,
egy tekepálya és egy lőtér is épületne bele. Azt gondolom, hogy országosan is példaértékű lenne, hogy ez a komplexum Dombaváron megépülhetne, és nincsen sportegyesület, amelyeknek a munkáját ez ne támogatná. Illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Éhes Gyula és az Apáczai középiskola tekintetében is a tornacsarnok problémák megoldódnának, hiszen mintegy 500-500 méterre található mindkét intézménytől ez a tervezett sportlétesítmény. Dombóváron közel 50 civil szervezet és majdnem 30 sportegyesület működik. Nakon sem feledkeztek meg a farsangi hagyományokról, a településen az óvodások, valamint szüleik közreműködésével elevenítették fel a régi szokásokat a tél végén. Több mint 5 éves hagyománya van a télbúcsúztató rendezvénynek a településen. Minden évben a farsangi időszak végéhez közeledve elevenítik fel a népi hagyományt. Február 21-én a kellemetlen szeles időjárás ellenére vidám gyereksereg érkezett a Szittári kanyarához, amely kedvelt helyszíne a településen a közösségi programoknak. A bábú a tradicionális népi ünnepeken a tél, a bőjt és a betegségek megszemélyesítője volt. A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden bútól és bajtól. A hagyomány mentén haladva, az óvodai dolgozók, valamint a segítőkész gyerekek minden évben elkészítik a kiszebábot, amely általában szalmából készül. Majd a szertartás alatt a gyerekek sípokkal, trombitákkal, dobokkal adnak hangot szándékuknak, hogy mi hamarabb előzzék a telet. A gyerekeket az óvónő tanította a versekre, mondókákra, rigmusokra, kiabálásokra, és a héten az ő közreműködésükkel elkészítették a kiszebábot is, amit majd meg fogunk gyújtani. Igaz, az idei tél igen enyhe volt, ennek ellenére a résztvevők kitettek magukért. Ha csak rajtuk múlott volna, már másnap igazi langyos szellő hozta volna a tavaszt. Nakon fontos szerepet tölt be a hagyományőrzés a közösség életében. Minden évben az ünnepek alkalmával követik a népszokásokat, és tanítják a fiatalabb generációnak. A rendezvény szervező művelődési ház munkatársai forró teával, forralt borral, valamint fánkkal kínálták a programra látogatókat. 13. alkalommal rendezték meg Kapospulán a bor és pálinka versenyt. Már 3. éve a borok mellett a pálinkákat is minősítik a szakemberek. Idén 51 bor és 50 pálinka mintát neveztek a mustrára. A Kapospulai Művelődési Házban családias hangulatban tartották meg a bor és pálinka verseny eredményhirdetését pénteken este. Nyitottá tettük igazából ezt a rendezvényt, mert hát sajnos főleg a boros gazdák azok egy kicsit fogynak. Sok jó bort kóstoltunk, pálinkát is. 13. alkalommal került megrendezésre ez a Kapospulai borverseny. Az idén lett 3. év, hogy pálinkát is tettünk hozzá, tehát ugye most már bor és pálinka verseny van. 51 bort neveztek, 50 pálinkát, a borok száma az egy picit csökkenő, a pálinkák viszont nagyon fölmennek. Első évben 25 pálinkánk volt, aztán 35, most 50, hát igazából ugye ez látszik a létszámon. 4 településről neveztek, de azért a 80% a nevezőknek az kapospulai. Míg a borkészítési kedv csökkenő tendenciát mutat Kapospula környékén, azonban pálinkából évről évre több nevezés érkezik. A borbírók elismerően szóltak a minőségről, és hasonlóan a többi településekhez is, itt is elmondható volt, hogy az elmúlt év jó évjáratnak bizonyult. Az időjárás is kedvezett a borkészítésnek. Megfelelő színek voltak azok a fehér borok, a szalma sárga, a zöldes, a vegyes borok, azok más színeket játszanak, de a fajtára is jellemzőek voltak ezek a borok. Szép, tiszták, lehetett látni az üvegek, amikor ki voltak rakva az üvegek. Nem volt homályos, nem nagyon szép, megfelelően kénezett, megfelelően szűrt. Ugye most már más a borkultúra, mint valamikor, hogy leengedték, aztán egyszer fejtették, és akkor már megitták. Vörösborok is nagyon tiszták voltak. Gály József fehérborát, Mayer Levente kékfrankos rozéborát és Mustic László vörösborát emelték ki kategóriájában a legjobbnak, míg a pálinka minták közül Stemler József, Írsai Olivier szőlőpálinkája lett az első. Az eredményhirdetés után a résztvevőket finom étellel vendégelték meg, jó hangulatban telt az este. Minden évben próbálunk egy kis ajándékot is adni,
és hát az idejében egy kis gravírozott kancsót, meg egy pálinkás üveget is, tehát ugye mind a két fajta legyen hát elismerve, és a évborai és évpálinkája díjat, akik nyertek, azok egy nagyon szép serleget kaptak. És hát egy kis büszkeséggel mondom, hogy a év pálinkája a 2018-as Irsai Olivér pálinkám lett, ami hát elég nagy büszkeség, mert ugye tényleg a szeprézés és mindent én készítettem el. Dombóváron csak a koszorúzási ünnepséget tartották meg szabadtéren. Kerényi Zsolt az ünnep jelentőségét és máigható üzenetét foglalta össze. Az alpolgármester a hazaszeretetről, a nemzettudatról és az önfeláldozásról beszélt. Közel 100-an vettek részt a koszorúzáson Dombóváron vasárnap délután. Az eredeti Kossuth-szobor csoportnak helyet adó Szigeterdőben Kerényi Zsolt alpolgármester mondott beszédet a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmával. Felelősségteljes, felemelő, egyben szívet melengető érzés március 15-én ünnepi beszédet mondani. Felelősségteljes, mert az emlékezésből nem lehet kihagyni a jelenből adódó összehasonlításokat, párhuzamokat. Felemelő, mert az első felelős magyar kormány tagjainak otthont adó helyen mondhatom el gondolataimat. Szívet melengető, mert a magyarság legbensőségesebb ünnepe, amit nem csak a Kárpát-medencében élő, de a nagyvilágban szétszóródott magyarok is tiszta szívvel ünnepelnek. Külön öröm, hogy városunk 50 éves évfordulójának évében a dombováriak együtt közösen emlékezhetnek, ami sajnos idén a budapestieknek például nem adatik meg. Az ünnep jelentőségéről máigható üzenetét foglalta össze a humán alpolgármester, a hazaszeretetről, a nemzettudatról és az önfeláldozásról beszélt. 1848 és 1956 forradalmárai Szent István országát, a független magyar államiságot akarták visszaállítani. A szocializmus szinte helyrehozhatatlan károkat okozott az emberek lelkében. Nagyon hosszú volt a 45 év. A nemzettudat, hazaszeretet, önfeláldozás üres fogalmakká váltak. Dombováron a március 15-i megemlékezés az két részből állt volna. Az egyik itt a Kossuth-szobor csoportnál a koszorúzás. A második rész az ezt követően az ünnepi műsor az apácai iskolának a dísztermében. Többszöri ülésezés után nagyon nehéz döntést kellett hozni a város vezetésének. A döntés az pedig az lett, hogy a szabadtéri részét a műsornak, tehát itt a parkban a koszorúzást azt megtartjuk, a másik része pedig a sajnálatos helyzet miatt elmarad. Az ezen dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. Nagyon fontosnak tartom, hogy mai március 15-i alkalmával legalább az emlékezés koszorúit elhelyezhetjük. Azért mondom ezt a legalábbot, hiszen a központi ünnepélyeket, illetve a tervezett városi ünnepélyt sajnos az ismert járványveszély miatt le kellett mondanunk. De úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben és ezen a napon és ebben a fokozódó szituációban különösen fontos az, hogy az emberek egymásra találjanak, összetartsanak, és nemzeti ünnepünk alkalmával kifejezzék hálájukat a hősöknek, hiszen olyan pillanatokat élünk, amikor erre azt hiszem különösen szükség van. Az ünnepség végén az önkormányzat, az intézmények és civil szervezetek helyezték el koszorúikat. A rendezvényen a Dombovári Zenész Egyesület idézte fel a kor jellegzetes dallamait. Rekordszámú közönség előtt jó játékkal nyert a DFC az első tavaszi mérkőzésén. Kardos Ernő játéktaktikájának és a fiatalok lelkesedésének köszönhetően megérdemelten nyertek Tamási ellen. A téli szünet után hazai pályán a fehérmezes dombovári labdarúgók a Tamásiakkal mérkőztek meg. Egy új csapattal készült fel Kardos Ernő játékos edző,
A jelenlegi csapat több mint 80%-a dombóvári. Úgy gondolom, hogy bárki ellen fegyelmezett játéka esélyünk van. Én azt mondtam nekik, ebben a fél évben játszanak felszabadultan, mutassák meg, hogy kire lehet számítani, okozzanak örömet itt a családtagoknak, szurkolóknak, legfőképpen nekem, hiszen most már nem az enyém a jövő, hanem az övüké, de én mindenben segíteni fogom őket a tapasztalatommal, ugye most a pályán is kell lennem, mert azért szükség van a rutinra is. A mérkőzés előtt a dombóvári labdarúgó U11 korosztályú gyermekcsapatot ünnepelték. A fiatalok nagyon lelkesek voltak, hogy bekísérhették a két megyei csapat játékosait a pályára. Jelen pillanatban a friss bajnokcsapatot köszönhetjük. A U11-es Tolna megyei futsal bajnokságot nyerték meg egy 4-es tornán, ahol először a Tolna csapatát múlták felül, és a döntőben pedig a Szekszárdot legyőzve lettek a idei megye bajnokok. És ugye a szezon kezdetre azt a kis ajándékot kapták, hogy az első hazai mérkőzésre bekísérhetik ugye a hazai Dombóvár és a vendég Tamási csapatát, és alpolgármester úr pedig jelképesen átadja nekik itt is a kupát. A márciusi nyitómeccs jó sikerült a Dombóvárnak. Végeredmény Dombóvár FC, Tamási FC 3-0. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!